Először Szűcs András, akit a Magyar Tudományos Akadémia tavalyi májusi közgyűlése az akadémia rendes tagjává választott, ő fogja megtartani székfoglaló előadását. Mielőtt erre sor kerülne, szokásunk szerint felolvasom egy kicsit rövidítve azt az ajánlást, aminek alapján akadémiánk őt rendes taggá választotta. Szűcs András 1950-ben született Budapesten. Az ELTE TTK analízis tanszékének egyetemi tanára. 2007 óta az MTA levelező tagja. Az algebrai és differenciál topológia, és ezen belül különösen a szinguláris leképezések kobordizmusainak nemzetközi rangú kutatója, az ilyen témájú konferenciák és workshopok rendszeres meghívott előadója, így például 2001-ben Japánban, 2015-ben Lümininben és Krakkóban, ezen kívül rangos egyetemek kollokviumi előadója, például Cambridge-ben 2012-ben, vagy Aberdeen-ben 2015-ben. Levelező taggá választása óta újabb 10 cikke jelent meg, hát ezek az adatok arra az időpontra vonatkoznak, amikor írták ezt az ajánlást, azóta már több mint másfél év eltelt. Tehát azóta újabb 10 cikke jelent meg tekintélyes nemzetközi folyóiratokban, és további 2 van publikálás alatt. Ezek a cikkek egyebek közt több ismert probléma megoldását is adják. Közöttük vannak precízen megfogalmazott sejtések, és olyan a tudományák fogalmi fejlődése szempontjából fontos kérdések is, amelyek pontosan nem definiált, intuitív fogalmak megértését célozzák. Ilyen fogalmaknak több esetben Szűcs adott precíz értelmezést, és ennek alapján választ a kérdésre. Kiemelünk néhány eredményt az utóbbi évek terméséből. René Tom filcérmes munkájában igazolta, hogy egy homológia osztályt mindig elő lehet állítani egy sokaság folytonos képeként. Nyitva maradt azonban a kérdés, lehet-e ezen realizáló folytonos leképezés szépnek, például szingularitás mentesnek választani. Szűcs és Grant, Unrealizing Homology Classes by Maps of Restricted Complexity című cikkükben, ami a Bulletin of London Math Society-ben jelent meg, megmutatták, hogy a válasz nemleges, minden egynél nagyobb k természetes számhoz létezik olyan k-kodimenziós homológia osztály, egy körülbelül 4k-dimenziós sokaságban, amely nem realizálható szingularitásmentes leképezéssel. Sőt, megmutatták azt is, hogy a multiszingularitások semmilyen véges listája nem elegendő minden homológia osztály realizálásához. Szűcs munkásságának fő iránya a szinguláris leképezések kobordizmusainak vizsgálata. 2008-ban készült el a 73 oldalas Cobordism of Singular Maps című cikke, ebben ami a Geometry and Topology-ban jelent meg. Ebben a dolgozatban Szűcs egy újfajta, a korábbiaknál effektívebb konstrukciót adott az itt fellépő klasszifikáló terekre, és ez a korábbiaknál lényegesen több konkrét eredményre vezetett a csoportok kiszámolásában. Ugyanitt Szűcs igazolta Kazarian sejtését, amely a Kazarian által Tom nyomán megkonstruált a szingularitásokat klasszifikáló térnek és a Szűcs által konstruált kobordizmusokat osztályozó térnek a kapcsolatát írja le. Az előbbi cikk egy alkalmazásának tekinthető Szűcsnek az a volt tanítványával Lipner Gáborral közös Multiplicative Properties of Morin Maps című cikke, ami az Algebraic Geometry and Topology-ban jelent meg, amelyben talán az irodalomban először egy gyűrű struktúrát sikerült definiálniuk és meghatározniuk a bizonyos egyszerű szingularitásokkal bíró leképezések csoportja. A differenciálható sokaságok szinguláris leképezését vizsgálva ezek megértésének 3 szintje van. Először a szingularitások lokális osztályozása, másodszor a fellépő szingularitások automorfizmus csoportjainak leírása, ez egy strátum környezetében írja le a leképezést. Harmadszor pedig a különböző strátumok kapcsolódása. Ez azt írja le, hogyan csavarodik egy egyszerű strátum a bonyolultabb szingularitás strátuma körül. Míg az első kettőt már olyan klasszikusok vizsgálták, mint Arnold, Mather, Wall, a harmadikkal kapcsolatban tudtunkkal nem voltak eredmények. Az sem volt világos, hogyan lehet ezt a kérdést, hogy hogyan csavarodik, precíz matematikai formába önteni. Volt tanítványával Terpai Tamással közös publikálás alatt álló cikkében Szűcs egy érdekes algebrai topológiai objektummal jellemzi ezt a csavarodást, nevezetesen a gömbök egy-egy stabil homotópia csoportbeli elemeivel. Ezeket sikerült kiszámolni,
egy tisztán homotópiai elmélet sikeredménye sikeresen összekapcsolva a szingularitásokkal. Links of Singularities up to Regular Homotopy című Acukó Katanagával és Németi Andrással közös cikkében, ami a Journal of Singularity-ben jelent meg, Szűcs azt a klasszikus kérdéskört vizsgálta, hogy mennyire függ egy izolált szingularitás hurkoló variátásának beágyazása szingularitás paramétereitől. Kiderült, hogy a kérdés nincs korrektül megfogalmazva, amennyiben ez a hurkoló variátás nem egy gömb. Először meg kellett találniuk a megfelelő fogalmat, amivel egy korrektül feltehető kérdést lehetett megfogalmazni, ez a képreguláris homotópia, image regular homotopy. Majd osztályozták a szóban forgó szingularitásokat a hurkoló variátásai képreguláris homotópia osztályai szerint. A tudományos munkásságon túl Szűcs András továbbra is lelkesen folytatja nagy hatású utánpótlás nevelő tevékenységét, a korábbi évtizedekben megteremtett topológiai iskolájának gondozását. Szűcs iskolája hazai matematika nehezen túlbecsülhető jelentőségű profil módosítását eredményezte, hatására fiatal magyar matematikusok jelentek meg a globális sokaságelmélet kutatásának nemzetközi élvonalában. Szűcs legifjabb kiváló tanítványai közül kiemelendő Terpai Tamás, PhD 2009, Nagy Csaba doktorandusz 2012 és 15 között, és Bodnár József, MSc 2011. Összefoglalás. Szűcs András az algebrai és differenciál topológia és ezeken belül különösen a szinguláris leképezések kobordizmusainak nemzetközi rangú, aktív kutatója. A területet az utóbbi években is jelentős eredményekkel és fontos fogalmak megalkotásával gazdagította. Töretlen lelkesedéssel folytatja iskolateremtő munkásságát, melynek révén a hazai matematikának globális sokaságelmélet körüli korábbi súlyos fehér foltjait sikerült felszámolnia. Az ajánlók Babai László, Juhász István, Major Péter és Száz Domokos akadémikusok voltak. Most pedig megkérem Szűcs Andrást, hogy a Geometria versus Algebra, az algebrai topológiában című székfoglaló előadását tartsa. Parancsa. Nagyon szépen köszönöm. Az az igazság, hogy nagyon sokban Péter most felolvasta azt, amit én most el akarok ismételni, de hát itt legalább világosabb lesz talán, másodszor hallva. Hát itt van alcímben kifejtve, hogy mire is gondoltam a címben. És igen, egy nagyon provokatív idézettel szeretném kezdeni, amit valószínűleg sokan ismernek. Hermann Weyl 1939-ben mondta, napjainkban a topológia angyala és az algebra ördöge harcol a matematika minden egyes ágának lelkéért. Szeretném aláhúzni, hogy én kategorikusan elhatárolódok ettől a kijelentéstől, ezt különösen az osztályának úgy figyelmébe. De azért itt idéznék Michael Atiaktól, 60 évvel későbbről, az algebra az ördög ajánlata a matematikusnak. Az ördög ezt mondja, odaadom neked ezt a fantasztikus gépet, ez megválaszolja majd minden kérdésedet. Nem kérek érte más, csak a lelkedet. Add fel a geometriát, és tied lesz ez a csodálatos gép. Tehát akármilyen, mondjuk Michael Atiak ugye topológus, tehát nyilván haza beszélt, de tehát akármilyen nagy emberek is én nem értek ezzel egyet. Mindazonáltal két eklatáns példát szeretnék mutatni erre a harcra az algebrai topológiában. A homológiákat és az úgynevezett Pontryagin-Thom konstrukciót, ami az algebrai topológia, homológia mellett másik nagyon fontos fogalmának, a homotopikus csoportoknak a kiszámolására lett kitalálva Pontryagin által. Tehát kezdjük a homológiával. Poincaré-nak 1900 körül támadt az az ötlete, hogy sokasságok invariánsait úgy definiálhatjuk, hogyha összeszámoljuk, hány lényegesen különböző k-dimenziós részsokasága van, ahol a lényegesen különböző, az jelentse azt, hogy együtt sem alkotják egy egyen nagyobb k plusz egydimenziós részsokaság határát. Itt van egy példa, ezen az ábrán, ugye ez egy kengyel felület, itt van benne az A vesző és B görbék,
egydimenziós sokaságok, és itt az A és A vesző az nem lényegesen különböző, mert együtt alkotják ennek a kétdimenziós felületnek a határát, viszont a B lényegesen különböző tőlük. Később azonban ezt az intuitív szemlélet, ez a homályos definíciót elvetette, és helyette szimplexek segítségével definiálta a homológiákat. Most nem mondom el a definíciót, mert akkor egy algebrai topológia bevezető kurzusba tévednénk. Azonban kérdés, hogy milyen messze van az új absztrakt algebrai definíció az eredeti szemléletes elképzeléstől, miszerint a homológiák tulajdonképpen részsokaságok. És hát kimerem jelenteni, hogy amikor algebrai topológus homológiákra gondol, akkor valójában mindig részsokaságokra gondol, az van a fejében. Steenrod így fogalmazta meg a kapcsolódó kérdést, realizálható-e minden homológia osztály sokaság folytonos leképezésével? Ugye egy sokaság, hát egy differenciálható sokaság, az mindig szimplexekre bontható, és akkor azon szimplexek folytonos képei, úgynevezett szinguláris szimplexeket alkotnak, és az alkothat, realizálhat egy homológia osztályt. Na, ezt a kérdést René Thom 1954-es Fields medálos munkája megválaszolta, mégpedig úgy, hogy Z2 együtthatóval a válasz igen. Tehát minden Z2 együtthatós homológia osztály realizálható sokaság folytonos képével. Z együtthatóval általában nem, de egy nem nulla többszörös mindig realizálható. Nyitva maradt azonban, mennyire választható szépnek ez a folytonos leképezés, amit ugye Péköb is felolvasott az előbb, és Thom cikkéből az is világos volt, hogy egykodimenzió esetén mindig lehet beágyazás, tehát hogyha egy n-dimenziós sokasságban egy n-1-dimenziós homológia osztályt akarok realizálni, akkor az mindig realizálható beágyazott részsokassággal. Na, mi a helyzet általában? 2013-ban Mark Grant-tal közösen a Bulletin London Math Society-ben megmutattuk, hogy minden egynél nagyobb kodimenzió esetén negatív a válasz, minden k nagyobb egyenlő 2-re létezik sokaság, körülbelül 4k dimenziós, és benne egy k kodimenziós homológia osztály, ami nem realizálható még immerzióval sem. Az immerzió az ugye maximális rangú leképezés, és így speciálisan lokális beágyazás. Elég furcsa, hogy 2013-ig kellett várni eredetére. A bizonyítás két módszert használ, vagy két, tulajdonképpen lehet mondani, hogy két különböző bizonyítás. Van az első tiszta algebra, kijön anélkül, hogy értenénk, itt egy idősebb taktástól én azt tanultam, hogy algebrában akkor is be lehet bizonyítani dolgokat, hogyha nem is értjük. Itt a zárójelben felsoroltam azokat az algebrai masinériákat, amiket ez a bizonyítás használ. A második bizonyításban van valamennyi geometria, ott tudnék a következőt vizsgáltuk. Ha van egy F M-ből P-be menő generikus leképezés, M és P két sokaság, akkor tekinthetjük a szinguláris halmaz az milyen homológia osztályt reprezentál. Tehát, hogyha ez az F, ez reprezentál valamilyen homológia osztályt, aminek a duálisa, az egy K dimenziós kohomológia osztály, akkor a szinguláris pontok halmaza, az pedig a beta X négyzet egész együtthatós kohomológia osztály duálisát reprezentálja. Beta az úgynevezett Bochstein operátor, és teljesen mindegy, hogy az most micsoda, itt a definíció nem lényeges. Az a lényeges, hogy ez tud nem nulla lenni. Márpedig, hogyha szinguláris pontok nélkül tudnánk realizálni egy homológia osztályt, akkor hát az üres halmaz aligha tud mást reprezentálni, mint a nullát. Tehát amikor ez nem nulla, akkor nem lehet. Tehát általában végül is az a válasz, hogy nem lehet szingularitás mentesen reprezentálni minden homológia osztályt. De kérdés, hogy lehet-e valamiféle egyszerű szingularitásokat megengedve mindig mindent realizálni? És hát itt a negatív válasz, semmilyen véges listája a multiszingularitásoknak nem elegendő,
Ez a globális szingularitás elmélet következménye. Na hát néhány szó akkor a szingularitás elméletről. A szingularitás elmélet célja megérteni, osztályozni a stabil differenciálható leképezéseket. Ugye az összes differenciálható leképezés megértése hát az egy reménytelen feladat, több van belőlük, mint zárt részhalmazból, de a stabil leképezések azok az egy reális célkitűzés. Stabil az azt jelenti, hogy a közeli leképezések, ahol a közeli az a deriváltak is közel vannak, azt jelenti, tehát amikor a közeli leképezések ugyanúgy néznek ki. Itt van például az x-nél x négyzet, a szokásos parabola, amit nem rajzoltam föl. Világos, hogyha azt egy kicsit perturbáljuk, akkor az körülbelül ugyanúgy fog kinézni, és az ugyanúgy fog kinézni azt jelenti, hogy egyszerűen az ősereg meg a képereg átparaméterezhető úgy, hogy visszakapjuk az x-nél x nézet leképezést. Viszont az x-nél x kör az nem stabil, ugye itt az ábrája, és itt van egy perturbációja, hát látszik, hogy ennek több szingularitása van, stb. A szingularitás elméletnek három szintje van, egy lokális, egy szemiglobális és egy globális. Hát tulajdonképpen nagyon sokáig igazából a lokális szingularitás elméletet értették szingularitás elméleten, ezzel ilyen klasszikusok foglalkoztak, Whitney, Mohs, Mazer, Arnold, és a célja az, hogy egy pont környezetében leírni a leképezést. Itt egy példa, vegyünk egy generikus leképezést egy kétdimenziós felületből az R3-ba, akkor kétféle pont lesz. Véges sok kivétellel az összes pontban maximális rangú lesz, lokális beágyazás. Ezen véges sok pontban pedig Whitney esernyő, úgy hívják ezt a szingularitás típust, mert Whitney vizsgálta először, x, y, megy x nézet, x, y, y-ba, tehát ebből az R2-ből ebbe az R3-ba. Itt van az ábra. Itt még egy fogalmat akarok bevezetni, a strátum fogalmát, tehát itt jelen esetben az M2 az két strátumból áll, egyrészt ebből a véges ponthalmazból és a komplementumból. Tehát a strátum az azon pontok halmaza az ős sokaságban, ahol egyformán viselkedik lokálisan a leképezés, ugyanúgy viselkedik. A szemiglobális szingularitás elmélet az pedig leírja a leképezést most már nem lokálisan, hanem a strátumok mentén. Ezt ismét egy példával szeretném megvilágítani. Vegyünk egy háromdimenziós sokasságot és annak leképezését R4-be, ekkor már egész görbényi Whitney esernyő lehet. Itt ez a nagy ellipszis, ez az M3-at szimbolizálja, ez a kicsi pedig a szinguláris görbét. Itt az R4 és itt benne a szinguláris görbe képe. Itt vehetünk egy normál síkot, itt egy normál háromdimenziós teret, úgyhogy ez a sík a leképezés által pont abban az R3-ba megy, és akkor ez a leképezés a síkból az R3-ba, az pont ilyen Whitney esernyő leképezés lesz. Tehát itt egy egész görbényi Whitney esernyő lesz, és hát fölmerül a kérdés, hogy ez hogyan csavarodik, ahogy körbe megyünk a görbe mentén. Hát világos, hogy ez lényegében ekvivalens az automorfizmus csoport vizsgálatával. Most mit? Igen, ezt nem tudom. Tessék? Látom, igen. Csak nem tudom, hogy mi okozta. Jó, tehát az automorfizmus csoport vizsgálatát Jenisch és Wohl kezdték öncélúan vizsgálni, és Rimányi Richard egykori doktorandusommal sikerült ezt alkalmazni a szinguláris leképezések globális leírásában. Tudnélik, ezen automorfizmus csoport segítségével univerzális modelleket lehet adni az ilyen leképezések viselkedésére a strátumok környezetében. Aztán a globális leírás az azt vizsgálja, hogy hogyan csatlakoznak ezek a strátumok egymáshoz. Ha ezt ugyanis tisztázunk, akkor ezeket az univerzális modelleket, amiket az előbb említettem, összeragasztva kapunk egy úgynevezett
univerzális szinguláris leképezést, tehát a globális szingularitás elmélet fő eredménye, hogy léteznek univerzális szinguláris leképezések. Na hát mit jelent ez? Legyen tau stabil szingularitások egy halmaza, és nevezünk egy M-P leképezés tau leképezésnek, ha minden szingularitás a tauba tartozik. Tehát ezek a megengedett szingularitások, és másokat nem engedünk meg. És akkor az az állítás, amit a címben szerepel, hogy létezik egy univerzális tau leképezés, y-tau nyíl x-tau, ami a következőt jelenti, hogy valahányszor veszünk egy f tau leképezést egy sokasságból egy másik sokasságba, akkor léteznek ezek a függőleges szaggatott alfa és beta leképezések úgy, hogy ez a diagram kommutatív, és fordítva, hogyha most csak a p-t tekintjük, és annak egy beta leképezését az x tauba, akkor az meghatározza az m-et és az f-et. És ráadásul ez az alfa és a beta indukálja az m és p stratifikációit, az azt jelenti, hogy hogy van ezekre a strátumokra bontva. Hát ez a konstrukció, szóval hát ezzel foglalkoztam tevékenységem nagyobb részében, különböző taukra, hát nem volt triviális ezeket megkonstruálni. Ez a Pontryagin-Thom konstrukció általánosítása, amit Pontryagin, mint mondtam, a gömbök homotopikus csoportjainak kiszámolására talált ki, Thom pedig általánosította és kiszámolta a sokaságok kobordizmus csoportjait, na hát erről egy kicsit részletesebben, a gömbök homotopikus csoportjaitól a kobordizmusokig. A Pontryagin-Thom konstrukció. Tehát gömbök homotopikus csoportja, jelölés Pn plusz K, Sk, az tehát az Sn plusz K, M plusz K dimenziós gömbből, a K dimenziós gömbbe az összes folytonos leképezés homotópia osztályainak halmaza, az természetes módon egy Abel csoport struktúrával látható el, és Pontryagin jött rá arra, hogy ennek invariánsait lehet kapni úgy, hogy asszociálni lehet egy ilyen homotópia osztályal egy sokasságnak, egy n-dimenziós sokasságnak a beágyazását az Sn plusz K-ba, és még az n-dimenziós sokasságot ellátódik K darab normál vektorral, U egy UK-val, és ez nem egyértelmű, hanem kobordizmus erejéig lesz egyértelmű. Hát durván szólva, egy jól megválasztott reprezentánsnál veszünk egy jól megválasztott pontnak az ősét, az lesz a sokasság. Na, hogy mi az, hogy kobordizmusok erejéig, tehát itt kobordizmusok erejéig ugye azt mondtam, hát itt ez az ábra az Sn plusz K-szor 0-1 henget mutatja, fönt van egy, ez a kisebb ellipszis, ez egy beágyazott sokasság, ez a nyíl reprezentálna a tüskéket, alul ez a két ellipszis egy másik sokasság, szintén nyilakkal ellátva, és akkor kobordásak, ha egy ilyen gatya húzható rájuk, vagyis van egy a hengerben egy n plusz egy dimenziós sokasság, aminek a pereme a kettő együtt, és az is ellátható tüskékkel, úgyhogy azokat a tüskézéseket folytatják. Szóval ez egy szép geometriai konstrukció, amivel Pontryaginnak sikerült kiszámolni a Pn plusz 1-esen, Pn plusz 2-esen csoportokat, és aztán Rocklin, aki hát ezen a téren a tanítványa volt, Pn plusz 3-esennek, ami Z24 lett. Ezeket a csoportokat rendre így jelöljük, Ps1, Ps2, Ps3, és úgy nevezzük, hogy az első, második, harmadik stabil homotópia csoportjai a gömböknek, ez fontos szerepet fog még játszani. Na most itt visszatérnék erre egy pillanatra, erre, hogy az algebrával azt is be lehet bizonyítani, amit nem is értünk. Ezt én el szoktam mondani a diákoknak, és hozzá szoktam tenni, hogy azért én a geometriát jobban szeretem, mert ott akkor is be lehet bizonyítani valamit, ha nem is igaz. Például Pontryagin 38-ban hibásan számolta ki ezt a csoportot, és hát Rocklin is először hibásan
publikálta ezt, de abból nagyon komoly eredmények származtak, például a Rocklin-féle hibának a kijavításából. Szóval a Pontryagin-Thom konstrukció az tulajdonképpen egy hitat épít az algebrai topológia és a differenciál topológia kontinensei között, a kobordizmusok hídját, amin Pontryagin az algebrától a geometria felé mozgott, Thom pedig fordítva. Tehát Thom a sokaságok kobordizmusait akarta kiszámolni, és azt visszavezette az úgynevezett Thom-terek homotopikus csoportjainak absztrakt algebrai vizsgálatára. És hát én is, mint mondtam, azzal foglalkoztam, hogy itt most már nem csak sokaságok, hanem szinguláris leképezéseiknek a kobordizmusait vizsgáltam, és azt visszavezettem az univerzális tau leképezés homotopikus vizsgálatára. Hát itt van még egyszer az, hogy pontosan mi is az a tau leképezés kobordizmus csoportja egy P sokaságban, a kop tau P, tehát van két leképezés, és amik tau leképezések, köztük egy kobordizmus. Hát tulajdonképpen erre az ábrára kell még egyszer gondolni, csak most nem az SM plusz K fölötti henger, hanem a P adott sokaság fölötti henger, és ezek itt most nem tüskézett, beágyazott sokaságok, hanem tau leképezések, és köztük a kobordizmus is egy tau leképezés. Na, az az érdekes, hogy ezt a definíciót ki lehet terjeszteni szimpliciális komplexus P-re, tehát nem csak sokaságokra, hanem szimpliciális komplexus P-re, és akkor kapunk tulajdonképpen valami nagyon hasonlót, mint amit Poincaré elképzelt, egy kohomológia, hát nem homológia, hanem kohomológia elméletet, mert hogy kontravariáns funktor lesz, azaz teljesíti a kohomológia elmélet axiomait, de extraordináris lesz, tehát az úgynevezett dimenzió axiomát nem teljesíti, arról majd mindjárt szólok ezt szót, tehát ezt a kop tau p-t tulajdonképpen ez az előbb mutatott x tau, tehát az univerzális tau leképezés kép tere, az reprezentálja abban az értelemben, hogy a p-ből oda menő homotópia osztályok, ez a szöglete zárójel a folytonos leképezés homotópia osztályait jelöli, tehát hogy így adható meg, hát ez kompakt p-re, és kicsit ezt módosítani kell, nem kompakt p-re, ezt most átugrom. A dimenzió axióma az ekvivalens azzal, hogy az SN gömb csoportjai csak n dimenzióban nem nullák, és akkor pedig éppen az együttható csoportot kapjuk vissza, ugye különböző együtthatós homológia csoportok léteznek. És néhány példa arra, hogy mik lesznek itt most a gömb csoportjai. Hát a legegyszerűbb eset, amikor az előbb mutatott esernyő, Whitney esernyő szingularitást engedjük csak meg, tehát legyen most a tau, az egy elemű, ez a Whitney-esernyő. Ezt szigma egy nullával szokták jelölni bizonyos okokból, tehát tekintünk egykodimenziós leképezéseket egy n-dimenziós sokaságokból az SN plusz 1-be, ilyen Whitney-esernyős kobordizmusok erejéig. No hát itt ez a csoport, és ennek a páratlan komponense az ugyanaz lesz, mint a gömbök stabil homotópia csoportjainak páratlan komponense. Igen, aztán mondanom kellett volna, hogy hát ma már ezeket a gömbök stabil homotópia csoportjait, ha ugyan igaz ugye, hogy nem tudják kiszámolni minden dimenzióban, de körülbelül 60-ig hát ki vannak számolva, és hát sok minden, például, hogy hol jelennek meg pár adott p-re p komponensek, szóval sok mindent tudnak róluk. Szóval, tehát ez az n-edik stabil homotópia csoport, ez tehát az, ahol itt az n plusz q dimenziós gömböt képezzük, a q dimenziós gömbbe q kellően nagy az n-hez képest. Tehát a páratlan komponens az ez, a kettő primér részt is ki lehet számolni, az algebrai topológiának van egy hát valamennyire ismert, talán azért nem minden algebrai topológus által ismert leképezése, az RP végtelen dimenziós projektív tér stabil homotópia csoportjaiból egy szürjektív leképezés a gömbök stabil homotópia csoportjainak a kettő primér részére, és ennek a magját kell venni, és az adja itt a kettő primér részt. Hát itt van akkor a
az első 10 eset, hát látjuk, hogy szó nincs arról, hogy egyetlen dimenzióban lenne, nem nulla. És hát egy másik eset, amit sikerült kiszámolni, ezt Ekholmmal és Terpai Tamás egykori doktoranduszommal, az az, amikor a Whitney esernyőnek a k-dimenziós, vagy k-kodimenziós változatát engedjük csak meg szingularitásként. Tehát itt van a k-kodimenziós változatot, ugyanaz a formula adja meg, csak éppen most az y, ugye az előbb xy, stb. Tehát ugyanez a formula volt, csak most az y egy k-dimenziós vektor. Tehát itt a két k plusz egy dimenziós sokasságok k-kodimenziós leképezése, ilyen Whitney esernyővel ezeket nézzük, és tehát m2k plusz 1-et r3k plusz 1-be, ezeket sikerült teljesen kiszámolni. Hát ugye ez még k egyenlő nullára is értelmes, akkor egydimenziós sokasságot nulla kodimenzióval, vagyis r1-be képezünk, ezt még látni is lehet. Itt van ez egy z2 lesz, és itt van a generátora. Hát itt vannak felsorolva a további csoportok, az omegák, azok a megfelelő irányított kobordizmus csoportok, amiket a Tom vezetett be, hát ő azokat nem számolta ki, az már aztán Milnor és mások számolták ki, ő az a nem irányítottakat számolta. Na szóval itt talán a D-re hívnám fel a figyelmet, ami hát azokat lepeti csak meg, akik a kobordizmusokkal foglalkoznak. A kobordizmusokban ugyanis sosincs páratlan torzió, és itt pedig van. Itt van egy ciklikus három hatványrendű komponens, és ráadásul az, hogy pontosan milyen rendű, az hát elég bonyolultan itt azt határozza meg, hogy a szóban forgó számok hármas számrendszerbeli számjegyeinek összege mennyi. Hát ez majdnem az összes eset, amikor tényleg sikerült teljesen kiszámolni ezeket a kobordizmus csoportokat, de ha csak a rangját akarjuk egy csoportoknak, és most tetszőleges taura, akkor ezt valami hát klasszikusabb dologgal lehet kapcsolatba hozni, akkor ezt azonosítani lehet bizonyos polinomok terének úgynevezett ekvivariáns kohomológiáival. Pontosabban legyen tau szingularitások egy halmaza, és tekintsük azokat a polinomiális leképezéseket egy Q-dimenziós térből, a Q plusz K-dimenziós euklideszi térből, K fix és Q nagy, amiknek az origóban tauba tartozó szingularitásuk van, aztán ezeknek vegyük a limeszét, ahogy a Q tart végtelenbe, és ennek a P-tau térnek az ekvivariáns kohomológiái adják racionálisan, tehát Q-val tenzor szorozva a csoportot. Hát ettől nem világos, hogy miért legyünk boldogok, mert hát ez ugyanannyira nem érthető valószínűleg a jobb oldal, mint a bal oldal, de azért itt hát létezik egy spektrális sorozat, ez megint valamilyen algebrai ördögi masinéria, mely a tauba tartozó szingularitások automorfizmus csoportjainak a kohomológiájával indul, és a P-tau tér ekvivariáns kohomológiájához tart, és hát meglepő módon így ki lehet számolni az egykorangú szingularitások tetszőleges halmazára a kobordizmus csoport rangját, ezt az hosszabb cikkben publikáltam 2008-ban. És létezik egy általánosabb spektrális sorozat, igazából egy úgynevezett kettő spektrális sorozat, mely elvben a torziót is kiszámolja, és ebből látszik, hogy a torziók forrása az ez a három dolog lehet. Jó, átugrom. Ezek segítségével általában tetszőleges taura megállapítható, hogy a csoportoknak nincsen nagy prim P-kre P torziójuk, ahol a nagy prim az azt jelenti, hogy P nagyobb, mint N fél, ahol N a sokasságok dimenziója. Tehát csak kis torziójuk lesz, és ez szintén abban a cikkben. Szóval a
Hát aki tudja, mi a spektrális sorozat, azt is tudja, hogy ott általában a differenciálok kiszámolása az, ami nehéz, de speciális esetekben sikerült ezeket explicite kiszámolni, és bizonyos periodicitási, hát számomra nagyon meglepő tulajdonságokat rájuk bizonyítani. Ez Terpai Tamással közös cikk még nem jelent meg, már több mint egy éve benyújtottuk. Az így megalkotott extraordináris kohomológia elmélet összevetése a szokásos Poincaré által definiált kohomológia elmélettel adja, amit az elején mondtam, hogy semmilyen véges multiszimulatás halmaz nem elegendő minden homológia osztály realizálására, ha a kodimenzió egy ilyen nagyobb. Talán be kell valljam, hogy miért tettem itt ezt a választ idézőjelbe. Itt ugye, hogy sem idézőjelben. Mert ez nem teljes válasz, ez ugye nem beszéltem arról, hogy mi az, hogy multiszingularitás. Csak arról beszéltem, hogy szingularitás. A multiszingularitás az azt jelenti, hogy előírjuk azt is, hogy a strátumok képei azok hogyan, milyen multiplicitással metszhetik egymást. Na és hát, hogyha arra adunk egy véges listát, akkor tudtuk ezt bebizonyítani. Azt, hogyha nem adunk a multiplicitásokra korlátozást, akkor mi a helyzet, azt nem tudtuk megoldani. Tehát ebben nincs kizárva, hogy ha a multiplicitásokra, meccési multiplicitásokra... Ajaj, újraindítás szükséges. Na, szóval semmilyen igen, tehát hogyha a multiplicitásokra nem teszünk korlátozást, akkor nem tudjuk a választ. Na, még mire használhatók ezek az univerzális tau leképezések? Hát azon túl, hogy szerintem hát egy leírását adják úgy általában a szinguláris leképezéseknek. Tehát Tom vetette fel azt a kérdést, hogy milyen homológia osztályt reprezentálnak az egyes strátumok. Hát például, hogyha egy felületet képezünk R2-be, akkor hogyha a felület az irányítható, akkor a szingularitás sok egy görbét alkotnak, és az null homológ lesz, illetve ha nem irányítható, akkor pedig az a minimális görbe, vagy hát egy olyan minimális görbe, amit elhagyva irányítható lesz. Na mindegy, ezt átugrom. Tehát Tom bebizonyította azt, hogy a strátumok Mod2 kohomológia osztályai a karakterisztikus osztályoknak polinomiai. Hát a karakterisztikus osztályok azok a sokaságoknak valami jól definiált kohomológia osztályai, és jól ismert, jól kiszámolható kohomológia osztályai. Tehát ezt be tudta bizonyítani Tom, de az, hogy melyik ez a polinom, az csak nagyon kevés esetben volt ismert, és az univerzális leképezések segítségében jelentős előrelépést tette a Rimányi Rihárd, egykori doktoranduszom. De én most itt a fordított kérdéssel szeretnék foglalkozni, amit Arnold vetett fel. Elégséges feltételt ad-e az adott szingularitás eltávolításához a megfelelő tompolinom eltűnése egy adott leképezésre? Azaz el lehet-e távolítani egy adott leképezést valamely szingularitását a leképezés homotópiájával, ha a szóban forgó szingularitás stratum homológia osztálya nulla? Hát itt ebben az esetben bármi is legyen ez az eset, a válasz igen, viszont általában nem igaz. Itt egy egyszerű ellenpélda, hogy a CP2 a komplex projektív sík, ami egy négydimenziós sokaság, tetszőleges generikus leképezését veszem E6-ba, annak a szingularitása egydimenziós lesz, és ezért egészen biztosan null homológ, de ezt nem lehet eltávolítani, mert azt nem nehéz bebizonyítani, hogy a CP2-t nem lehet immertálni R6-ba, nincsen szingularitásmentes leképezése, sőt, még csak nem is kobordáns olyan négydimenziós sokassággal, ami immertálható lehetne. Viszont igenlő válasz adható Arnold kérdésének azon módosítására, ha racionális kobordizmussal akarjuk eltávolítani az adott szingularitást. Hát itt van, igen, ez kicsit hosszabb, hogy mit is jelent ez. Tehát van egy tau leképezés, és itt a legbonyolultabb
szingularitása, eta f az eta pontok strátuma, és f eta f pedig ennek a képe. És akkor az f eta f racionális együtthatós homológia osztálya itt a P-ben, az pontosan akkor nulla, ha létezik olyan nem nulla elszám, hogy elszer f tau kobordáns egy eta mentes leképezéssel, azaz. Tehát itt van az M-nek L darab példánya, mindegyiket leképezzük a P-be F-fel, és itt van egy másik sokasság N, és annak van egy eta mentes, tehát olyan leképezése a G, aminek nincsenek eta pontjai, és a kettő az tau kobordáns, tehát a P-szer 0-1-ben van egy ilyen tau kobordizmus közöttük. Szóval ezek az x tau terek vizsgálata, hát szerintem nagyon fontos, mert hogy az x tau tér kondenzált formában hát tartalmaz szinte minden lényeges információt a tau leképezésekről, hiszen ők reprezentálják ezeket a tau leképezéseket. Szabó Endre sejtette azt, hogy ezek az x tau terek, ezek előállíthatók valahogy egyszerűbb szingularitásokhoz tartozó ilyen klasszifikáló terekből fibrálással, és jó, ezt most nem részletezem, ez egy nagyon hasznos tétel minden esetre, mert hogy sikerült bebizonyítani az előbb említett hosszabb cikkben, homotópia elméleti hát komoly segédeszközök felhasználásával, és aztán Terpai Tamás egy évvel később adott egy elemi bizonyítást, és sikerül speciális eseteket találni, amikor ez a fibrálás, ez valójában egy direkt szózat. Ugye fibrálás az azt jelenti, hogy lokálisan direkt szózat, és amikor ez globálisan direkt szózat, legalábbis racionálisan, igen, nem tudom elmondani mi az, szóval az, annak következménye az, hogy a homotopikus csoport az fölbomlik direkt összegbe. És ez viszonylag sok esetben így van, például az egykorangú páratlan kodimenziós leképezések tetszőleges szingularitásainak a halmazára, ez így van. Jó, ezt átugrom. Visszatérve a nyitó idézetekre, a topológia angyaláról és az algebra ördögéről. Szerintem a legérdekesebb a kettő interakciója és a szinguláris leképezések kobordizmus elméletének szerintem jó példája. Ezt illusztrálandó, hát nem biztos, hogy meg fogom tudni erről győzni a hallgatóságot. Tekintsük konkrétan azt a problémát, amit a globális elmélet lépéseként említettünk, tehát hogy hogyan csatlakoznak a strátumok egymáshoz. Tehát tekintsük ezt a sigma R leképezést R2R-ből R2R plusz 1-be, amit ezek a formulák adnak meg, x, vannak itt tovább t, aztán ugyanannyi y, mint itt a kép sokaságban, mint t, és z1, z2. Az y-ok ugyanazok, mint a megfelelő t, a z1 és a z2 pedig egy r-et fokú, illetve r plusz 1-et fokú polinomja az x-nek, t együtthatókkal. Na most, szóval ez nyilván nem úgy lett fölírva, hogy hasára jut az ember, hanem ez a normál alakja az egykorangú leképezések sokaság vagy sorozatában az első, az eredetinek. Ez az egykorangú leképezések sorozatában az eredetik. Minden pontban a rang legalább két R minusz egy, ugye ez jelenti azt, hogy egykorangú, és a differenciál magja az x irányában vett parciális deriváltak R-ig nullák origóban. Tehát az origóban van egy nagyon szinguláris pont, és a körül, vagyis hát egy azt tartalmazó kétdimenziós felület létezik, ahol sigma R-1 típusú a viselkedés lokálisan. Aztán van egy négydimenziós felület, amin sigma R-2 típusú a viselkedés, és ezek a strátumok itt az R2-ben hát nagyon szépen topológiailag egyszerűen állnak, de hogy hogyan csavarodnak a képtérben, hát az, amit meg kell érteni a klasszifikáló terek megkonstruálásához.
És hát azt itten stabil homotópia csoport elemek segítségével lehet meghatározni. Hát például az első felület képének a csavarodását az R2-R plusz 1-ben úgy értjük meg, hogy nézzük egy a képhalmat, tehát itt az R2-R plusz 1-ben az origó körül egy kis gömböt, és azzal elmetszük ezen felület képét, akkor ott kapunk egy egydimenziós sokasságot, azon valahogy természetes módon valami tüskéket is, és akkor ez a Pontryagin konstrukció szerint Z2 csoportnak egy elemét adja. És ez az elem pontosan akkor nulla, ha ez a csavarodás kobordizmussal kisimítható. És hát az az érdekes, hogy ez R-ben periódikus, kettő periódikus, tehát páratlan erre, ez nem nulla, páros erre, nulla. Aztán amikor ez nulla, akkor kérdezhetjük a következőt, kisimíthatjuk-e. Kisimítható-e szigma N-2 típusú alkotta négydimenziós sokaság. Ennek az obstrukciója, akadálya az már a harmadik stabil homotópia csoportban, az Z24-ben kapunk egy elemet, és ez szintén periódikus lesz az R szerint. Szóval egy rejtélyes geometriai periodicitást ad az algebra ördögi masinériája. És akkor még azt akarnám vizsgálni, hogy melyik elemet is kapjuk tulajdonképpen, amikor ezeket az obstrukció elemeket, a kisimítás, tehát hogy a bonyolultabb strátumok mennyire csavarodnak, azt tehát a stabil homotópia csoportoknak egy eleme adja meg. Csak hát ezek a stabil homotópia csoportok itt vannak, ugye, ezek nagyon rapszódikusan viselkednek, szóval nincs egy általános leírás. Tehát hogy lehet azt megérteni, hogy azok az elemek, amik itt ilyen különböző emmekre ezekben a csoportokban vannak, mit jelent az, hogy leírni azt, hogy melyik elemet kapjuk? Hát a furcsa az, hogy annak ellenére, hogy ezek ilyen rapszódikusak, meg lehet válaszolni ezt a kérdést. Tudnélik, ezek a csoportok direkt összegbe bomlanak egy jól értett, egyszerűbb rész és egy bonyolult, amit nem igazán értünk. A jól értett egyszerűbb rész az úgynevezett IMJ, hát azok, amik SM-mel realizálhatók, tehát ugye mondtam, hogy mindig ilyen tüskés sokaságokkal reprezentálható elemeket, hát amikor ezt az elemet gömbnek választhatjuk, akkor kapjuk ebben a ciklikus, ez egy ciklikus csoport ráadásul, és ismert a rendje, hát nem nagyon egyszerű, exponenciálisan nő, a rendje a Bernoulli számokkal kifejezhető. És az érdekes, hogy azok az elemek, amik itt obstrukcióként előjönnek, tehát ahhoz, hogy a strátumokat kisimítsuk, azok mindig ebben az egyszerű ciklikus csoportban lesznek, és az, hogy ebben a ciklikus csoportban konkrétan melyik elemet kapjuk, tehát a generátor hányszorosát, az pedig tényleg rejtélyes módon egy konkrét hatványsor együtthatói adják meg. Ez is egy Terpai Tamással közös, egy éve publikálásra benyújtott cikkben található. Hát remélem egyszer majd megjelni. Zászló. 9 évvel ezelőtti székfoglalomat azzal zártam, hogy életem egyik legnagyobb élménye volt kiváló diákok bevezetése a topológiába, és nagy öröm volt, hogy sokan lettek közülük kutató topológusok. Most sokkal szomorúbban kell zárnom. Az idén az ELTE-n a mesterszak első évfolyamán nincs topológus hallgató. Az egész évfolyamon összesen 4 elméleti matematikus hallgató van. Sajnos ma a legjobb középiskolások nagy része nem az ELTE-re jelentkezik, és nem is Magyarországra, hanem külföldre. Ez az utóbbi néhány évben vált ilyen akuttá, pedig a lehetőség a külföldre menetelre már régebben is megvolt. Miért? Mit tehetünk? Ezek a kérdések lehet, hogy fontosabbak, mint az eddig vizsgált előadásban taglalt kérdések. Köszönöm a figyelmet!